Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút élő dolog, tehát nagyon-nagyon sok olyan nő van, aki nem azért hordja a ruhámat, mert nagyon nagy rockabilly fan vagy éppen táncos, hanem azért, mert ez egy nőies vonalvezetés, és ebben érzi jól magát. Tehát ezek az emberek ezekben a ruhákban élik a hétköznapjaikat, és nyilván nem csak Magyarországon van ez, hanem a világ minden pontján, úgyhogy szerencsére nagyon sok helyre jutott már a ruhám, ennek nagyon örülök. Én 2011-12-ben csináltam már egy ilyen mexikói kollekciót, de akkor valahogy az így nem jött át. És most úgy éreztem, hogy akkor most itt az ideje egy ilyen remake-nek. Nyilván azért, mert itt volt a kiállítás, és akkor most sokkal több ember ezt így megismerte ezt a kultúrát. De hogy egy nagyon nyári, egy olyan kollekciót akartam most csinálni, hogy akik nem annyira bátrak az én ruháimhoz, azok is esetleg most jobban felbátorodnak, mert én azt gondolom, hogy ez egy abszolút utcai viselet. Amit most sikerült létrehoznom, tehát hogy nem kell hozzá túl nagy bátorság. Superstar, where you're from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. To think that you got all the puppets with their strings up, faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are. What you are, baby. Womanizer, woman, womanizer. You're a womanizer, oh. Womanizer, oh, you're a womanizer, babe. Yeah, yeah, you are. Yeah, yeah, you are. Womanizer, 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 baby. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You've got me going. You're oh so charming. You're nothing but a. In the monster sétálgatni a hősök tere környékén. Szerintem egy elképesztően inspiráló környezet, akár a park, akár a híd, akár a szobrok. Szerencsére közel lakom hozzá, de hogy nekem az a kedvenc helyem volt este.